A Budaörsi repülőtéren vagyunk, ott, ahol 62-ben a magyar műrepülő motoros válogatott készült az akkori világbajnokságra, és én 6 évesen itt láttam először repülőgépet, ráadásul műrepülőgépet, és amikor aztán elkezdtem repülni, akkor is mindig műrepülni akartam. Amire évekkel később volt lehetőségem, szintén Budaörsön, itt kezdtem el a motoros repülő átképzést, majd később a Sinyával, a Simon Lacival a motoros műrepülő kiképzést. Ezelőtt 7 évvel kezdtük el a Red Bull Airrace-t, ami egy teljesen más jellegű repülőesemény, teljesen más jellegű verseny. Nyilván kell hozzá a műrepülő gyakorlat, a műrepülő háttér, a műrepülő tudás, rutin, de mégis egy más történet. Itt a sebességről szól, de ugyanolyan pontosággal is nyilván, nagy sebességű fölközeli repülésről, akadályok között, fantasztikus helyszíneken, és persze technikáról, motorokról. Mindig szinte gyári motorokkal repültünk, míg a nyugati versenyzők hát így ezt felismerték ennek a jelentőségét, egyre inkább tuningolt motorokkal, amihez mi egyszerűen nem fértünk hozzá. Részben információ, tehát nem pénzkérdése volt ez, és mai napig nem az, hanem egyszerűen információ, lehetőség, tudás, ismerettség. Úgyhogy pont emiatt, hogy jött az ötlet, hogy ha nem tudunk motorokba ott lenni és a motorokon javítani, erősíteni, akkor, hogy nem maradjunk el, akkor a sárkányon javítsunk, a repülőgépen. És itt jött a dolog, hogy rádöbbentem arra, hogy nálunk van egy fantasztikus repülőgépgyár Balószögön, a Corvus repülőgépgyár, nagyon jó szakembergárdával, nagyon jó felkészültséggel, felszereltséggel, és a Műszaki Egyetem repülőtanszékének, gépésztanszékének, poliméterszékének segítségével és sok-sok ember segítségével a repülőgép végül is a tervezőasztalon megszületett, majd később valóságban is megépült. Tukal Airport, Hungary, February 2010. Project New Wings. A repülőgép már kint van Kanadában, nem messze Montreáltól. Örömmel mondom, hogy megkapta a kanadai lajstromjelet. Kanadai papírokkal fog a repülőgép repülni, és ne kérdezd meg, hogy miért. Nagy izgalommal várom azt, hogy a repülőgép hogy fog viselkedni a pályán. Nem csak én, az egész mezőny izgalommal várja, mert ez egy új színfolt a Red Bull Airrace-ben. Új színfolt a versenyekben, hiszen eddig gyakorlatilag két repülőgép uralta a mezőnyt, az amerikai Age és szintén amerikai MX. Úgyhogy bejön végre egy európai repülőgép a mezőnybe, és nem csak hogy európai, hanem magyar is. Ez a gép mindenképpen Petire lett tervezve, a csűrők úgy lettek beállítva, hogy neki megfeleljenek, nem biztos, hogy ez más pilótának tetszene, de nagyon reméljük, hogy Petinek az eredményes szereplése után más is kedvet fog ahhoz kapni, hogy ilyen repülőgépet rendeljen tőlünk. Ez is kompozit repülőgép, hasonlóan a többiekhez, viszont néhány anyagot felhasználtunk, amit az MX-nél és az Edge-nél nem alkalmaznak, leginkább a pultrudált szenet tudnám kiemelni, amit több hónapos munkával sikerült beszereznünk, viszont ez a pultrudált szén felhasználása következtében a fültartó az 20-30 kilóval könnyebb lett, mint a versenytársainknak a többi gépe, illetve ezt a gépet mi a Red Bullra kihegyezve építettük, például a szányba nem raktunk üzemanyagtartályt, ellentétben a többi géppel, ugyanis a fordulásnál így nem kell megmozdítani a szárnyban lévő üzemanyagot, de gyorsabban tud a repülőgép fordulni. Ez ugyanolyan, mint egy Form 1-es autó, hogy azt se közútra tervezték, azokat Form 1-re tervezik, mi pedig ezt kimondottan az Airrace-re terveztük. A magyar repülőgép a Corvus Racernek az első versenye Kanadában lesz, Windsorban. Ezt követi pár héttel később egy New York-i futam. Pár hét szünet után lesz egy európai futamunk Németországban, majd jön Budapest a szokásos időpontban, augusztus 20-án a parlament előtt. Hogy a repülőgép milyen lesz a pályán? Hát ezt még senki nem tudja. Benne van a pakliba az is, hogy a repülőgép 5 másodperccel mindenki előtt fog lenni, és a többiek majd csorgonyállal nézik, hogy nem érjük utol. De az is benne van a pakliba, hogy 3 másodperccel lassabb lesz a repülőgép a pályán, mint a többiek, mert a csűrő még nem olyan, mert még nem. Ezt így ember nem mondja most meg. Miután kimentem Kanadába pár nap múlva, lesz még egy 3-4 napom arra a hivatalos edzések előtt, hogy repülőgépet beállítgassuk. Tulajdonképpen így szinte az én számügye szerint a csűrőket, a különböző kormányokat,
az ülést, az egyéb más terelőket beállítgassuk, de ezeken is rengeteg múlik. Tehát, hogyha repülőgéppel a versenyző nem teljesen komfortos, nem teljesen minden stimmel, akkor az elvonja a figyelmet. Szóval az, hogy a repülőgép az valóban úgy repüljön, ahogy azt én szeretném, és akkor tudok belőle kihozni mindent. A repülőgép ígéretes, nagyon szépen mozog. Most kaptunk egy új motort, ami szintén egy olyan dolog, hogy meglátjuk az a motor, hogy fog viselkedni. Én bízom benne, hogy az első verzió fog működni, az, hogy 5 másodpercet mindenkinek gyorsabb lesz.